Volt, aki lecsót készít majd a paradicsomból, akadtak azonban előrelátóbbak is, befőzésre készülnek. A család szereti a paradicsomos ételeket, és hát az otthoni, a saját befőzés az mindig jobb, mint a tartósítószerrel eltett és boltban megvásárolt sürítmény. Itt a Palotavárosban nem nagyon akad olyan hely, ahol zöldséget, gyümölcsöt lehetne termeszteni. Ezért is örült az akciónak Vize Attila önkormányzati képviselő. Bizton állíthatom, hogy igen, szükség van az ilyen akciókra, mert pont az ilyen palotavárosi, lakótelepi részekben élők nem tudnak saját maguk megtermelni ilyen, mondhatom, mert én kóstoltam finom paradicsomot, és hát szükségük is van rá, hogy ilyen kedvezményesen hozzájussanak. Az itt élők 50 forintos kilónkénti áron vásárolhatták meg a gyümölcsöt. A terület másik önkormányzati képviselője szerint kedvező az ár, hiszen a boltokban egyre drágábban lehet hozzájutni a paradicsomhoz. Ebben a városrészben nagyon sok idős ember él, és nagyon sok olyan család, aki képtelenek megtermelni először is ezt a terméket, utána pedig megvásárolni. Elég magas áron van az élelmiszer, és az időjárás is olyan, hogy azok az élelmiszerárak még tovább fognak emelkedni. Például a paradicsom, hogyha ez a szezonja letelik, tehát az első szedést, hogyha leszedik, utána nem fognak tudni több paradicsomot szedni, és a szárasság miatt nem termékenyült meg a következő virágzás, így nagyon kevés lesz a paradicsom. A paradicsomot ez alkalommal is Varga Gábor, Cece polgármester ajánlotta fel a Start közmunkaprogram keretében. Mint azt Varga Tamás mondja, sikeresnek mondható a fehér termék, ezért is lesz a programnak folytatása. Ismét lesz megyenap, lesznek megyekorzó rendezvények a Szent István téren, a megyeház előtt. Lesz szeptember 8-án egy fogadhajtó bajnokság, megyei fogadhajtó bajnokság, aminek keretében szintén megjelennek a fehér termékeket árusítók. Minden alkalmat megragadunk arra, hogy lehetőséget biztosítsunk a fehér megyei készítőknek és termelőknek, hogy megjelenessenek itt Fehérváron. Ezóta több mint 20 mázsa paradicsom érkezett Cecéről, és ismét sikert aratott, hiszen alig 3-4 óra alatt 10 mázsa fogyott el belőle.